Hihetetlen, honkori aranypénzt talált a Kóbudán az Aquincumi Múzeum régészei. Az ásatáson fémkereső detektor segítségével bukkantak az apró ám annál értékesebb aranyérmére. Vámos Péter az ásatás vezetője árult el a lelettel kapcsolatos információkat. Mint kiderült, a San Marco utcában folyó feltáráson találták meg a leletet. Mint a Magyar Múzeumok oldala írta, a pénzérme olyan értéket képviselt akkoriban, mintha ma valaki egy köteg 20 000-est vesztene el. Az ókori Aquincumi város közelében található a telek, ahol megtalálták a kutatók a leletet. A telken egyébként egy pincegarázs épül. Idén ezen a helyen kétszer is, nyáron és ősszel is folytak ásatások. Az aranypénzérmét Kéváru 440-es években verhették. A pénzérme elején második. Szijjadósi Öszt császár portréja látható, még a hátulján Konstantinápolyt szimbolizáló női alak kapott helyet. Az kutatók szerint az érme annak az adónak a részét képezhette, amellyel a császár kifizette a hunokat, hogy ne támadják meg őt. A leletet a Budapesti Történeti Múzeumban állítják majd ki. Az ásatáson megtalált érmét a Magyar Múzeumok oldalán tekinthetitek meg.